A Békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum elhivatott múzeumi dolgozóinak köszönhetően a pandémia dacára komoly eredményeket tudott felmutatni, ami a szakmai tudáson kívül az elmúlt években bevezetett, feladatorientált munkavégzésnek is köszönhető. Előnnyé kovácsoltuk a hátrányt. A járványhelyzetre reagáló foglalkoztatási terv alapján több éves előkészítő munka eredményeként megszületett az Utazás térben és időben című új állandó kiállításunk két egysége. A város régészeti, természeti értékeit, történetét, népi kultúráját, művészeti életét idővonalra helyezve feldolgozó Békéscsaba az évezredek idővonalán, valamint a névadó festőművész életművét bemutató Munkácsy Mihály Egy géniusz diadala című kiállítás. Múzeumunk központi helyszíne a megvalósítás alatt álló Munkácsy negyednek, erősítve a szlogent, miszerint Békéscsaba Munkácsy városa. Szakmaiság, ismeretközvetítés, látvány, élmény és szórakozás egy helyen. Korábbi években rendezett állandó kiállításaink az Orlai Petrics Soma, valamint Jankai Tibor művészetét és a Tevan család munkásságát bemutató tárlatok szintén nagy érdeklődésre tartanak számot. Az időszaki kiállításaink különleges témájuk, megvalósítási módjuk miatt vonzották a látogatókat. Andy Warhol kiállítás, Trianon 100 szabadtéri tabló kiállítás, a 3M ünnepe, Bai Miklós Zoltán BMZ intermediális művész téglaszobrait felvonultató tárlat múzeumunk tetőteraszán, az Elmúlás néprajza, Halálkép és halott kultusz című néprajzi kiállítás, ami Csabai sorozatunk részeként Achimel Andrásról Objektíven című kiállítás. A megújulás nem csak a kiállítási tevékenységünket jellemezte. A múzeum két épületének összeépítésével új kiállítások, konferenciák és változatos programok rendezésére alkalmas modern teret nyertünk. Régi gyerekfoglalkoztató termeinket változatos múzeumpedagógiai foglalkozásokra alkalmas helyiségekké alakítottuk át, valamint megvalósult az épület teljes tetőrekonstrukciója. Erősségünk a múzeumi interpretáció kiszélesítése. A Lázár Ervin program keretében ezer számra érkeztek hozzánk tanulók Békés megyei iskolákból érdekfeszítő múzeumpedagógiai programjainkra. Utazó múzeum projektünk is nagy sikerrel folytatódott, és egyre vonzóbbak lettek a Gabona Múzeumban szervezett nyári táboraink. Erősödő kapcsolataink által a kulturális értékek megbecsülésére neveljük a jövő múzeumbarátait. A Munkácsy negyed arcaként megyei szinten mindenütt jelen voltunk és vagyunk. Épületekre kifeszített molinókon, nagyméretű reklámtáblákon, rádió és tévéműsorokban népszerűsítjük mindazokat az értékeket, amelyeknek gondos kezelői, közkincsétevői vagyunk. Kiadványozási stratégiánkon is változtattunk. Formailag és grafikailag különleges, digitális tartalmakkal bővített kiadványokat jelentettünk meg. A nagy közönségnek szánt tematikus kiadványaink sorának népszerűségét mutatja, hogy nagy részük már nem elérhető. A szlovák egyházi énekeskönyv formájú Csabenzis című évkönyvünk már a harmadik kiadásánál tart. És még több könyvünk vár utánnyomásra. Természetesen ez még nem minden, vannak további terveink. Innen folytatjuk.